Ezek rögtön letérdeltek, mind a kettő. Mert ilyen gyönyörű lányt még nem láttak. Gyönyörű kék szeme, átragyogta még a szivárványt is. Amikor meglátta a vára népe, átáltotta a száját, hogy... A király elé állt egyenesen, csípőre tette a kezét, toppantott, és azt mondta, felséges király! Felséges király! Hol van az én Jánoskám? Hol van az én Jánoskám? A királynak elkerekedett a szeme, majd ki gurult a szeméből, látjátok-e? De akkor előugrott fuga, meg töhötöm, gyertek csak! Meghajoltak szépen a gyönyörű királylány előtt. De ő kinyújtotta jobb kezén a mutatóját. Megbillentette, mint a tarka szarka a farkát. És azt mondta, ezek nem azok. Ezek nem azok. Minnyáján is tirhították őket a várból, mert nem jó ám hamis emberekkel együtt lakni. De gyertek csak, ti olyan ügyesek voltatok, hajoljatok csak meg, hadd tapsoljanak meg benneteket. Futás a helyetekre. Minnyáján kiderült a titok. Hogy ez csak Jánoska lehet, és kezdték keresni, hogy Jánoska! Erre nem fog fölébredni, de már vakarja a szemét, kicsit hangosabban. Jánoska! No, erre már tapaszkodok, ma még egyszer! Jánoska! Erre már megrázkodok, fölács, kinyújtózkodott a lábát, megrázta, és bevonult a várba. Egyenesen édesapja elé meghajolt, és lássatok csodát, megsúgta neki, hogy melyik üvegben van az életvize. Súg meg neki csak halka, ne hallgatódzanak, na, a király dolga, na, na. Megbeszéltétek, fiúk, szétburítjátok a palotát. Meg, megbeszéltétek? Igen. Odafordult Tündér Szép Ilonához. Az örömében perdült egyet jobbra, tudsz perdülni, egyet visszafele, csípőre tette a kezét, toppantott, és azt mondta, adjon Isten Jánoska! Adjon Isten Jánoska! Az meg közelebb lépett, szívére tette a kezét, meghajolt előtte, ő pedig csokra nyújtotta a kezét, ma ismerték egymást, megragadta, és megcsókolta csak a kezét, igen. Szép puszit. Jaj, tapsot kérünk, nagy tapsot, hajoljatok csak meg! Olyan szépek voltak! A napocska megállt délbe csodálkozni, és egy hétig nem mozdult, azért volt olyan meleg a héten, tudják? Úgy igaza, hogy itt állok. Hát olyan szép párt, mint ezek voltak. Jánoska, köszönjük szépen, köszönjük, nagyon ügyes voltál. A király kijött a trónteremből, jöjjön fel! Lassan győjön, mert ebben a korban már csak úgy töszlökélődik az ember. Ösztövér csontjait vonszolja, na! Így. Ivott az életvizéből. Melyikben van? Zöld. Hát akkor nosza. Glug, 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 glug. Egyszerében 77-szer erősebb volt. Felség, mutassa! Hajoljon meg, nagyon jól csinálta. Köszönjük szépen! Megvolt az öröm! Ott a lépcső, felség, szépen lassan. Leugorhat. Na lassan, felség, lassan, vigyázzon a csontjaira. Beizáródott a trónteremnek az ajtaja. Mind a két szárnya nagy nyikorgással. És senki nem bánkódott, mert ittak az élet vizéből. Na nem mindenki, csak... János. Akinek tiszta volt a szíve. Én arra jártam, sittam belőle, azóta folyvást, mesét mondok, s meg énekelek, látinek. Szeretne valaki inni belőle?